Szervusztok, üdvözöllek benneteket itt a Kána horgásztó partjáról. Ez a helyszíne a következő horgász videómnak. Azzal a céllal jöttem ma el, hogy egyrészt horgászok egy jót, kicsit kiszabaduljak ebből a őrületből, ami most éppen a koronavírus kapcsán eluralkodott az országban, és hát legfőképpen ugye a nagyobb városokban. Azt gondoltam, egy kicsit kiszellőztetem a fejemet, és hát kihasználom a jó időt arra is, hogy átgondoljak egy pár dolgot így a jövőnkkel kapcsolatban, már mint így az emberiség jövőjével kapcsolatban is, de hát nem ez a lényeg, hanem az, hogy igazából horgásszak egy jót. Hát mire fogok ma horgászni? Elsősorban dévérkeszegre számítok, illetve ebbe a tóba nagyon szép kárászok, illetve ilyen hibridek élnek, illetve hát ponty is porogra akadhat. Ennek érdekében összeállítottam egy olyan etetőanyagot, ami talán mindenkinek meg fog felelni, mindegyik halfajnak. Ez nem áll másból, mint a már jól ismert bodorkás Grogardon etetőanyagból. Ehhez tettem egy durván 1 kg etetőanyaghoz egy fél zacskónyi hallisztes Sweet Fish Meal névre hallgató Ringers etetőanyagot, egy kis édesítőszert, illetve a Sensasnak a Terre de Jean nevű földjét, pontosabban nem a sárgát, hanem a Terre de Brown, tehát a barna ilyen nehéz agyagját, azért mert ez a víz azért áramlik, hiszen a végében lévő zsilipen keresztül ugye ez egy pataknak a feldúzasztásával jött létre, és a végén, ahogy folyik ki a víz, elképzelhető, hogy van egy áramlás, ami miatt jobb az, hogyha egy kis súlyozása, egy kis tapadása van ennek az etetőanyagnak. Hát féderbottal fogok ma horgászni. Elhoztam magammal egy erre a vízre talán hosszúnak számítós fédert. Ez egy Horizon C-osztályú bot. Dobosúlya az 70 g. Nagyon finom, nagyon lágy kis bot. Nagyon szeretek ezzel keszegezni. Hát egy klasszikus keszegező szereléket készítettem. Ez a már többször bemutatott féderlink, ami szabadon csúszik, alul egy fonott zsinórszakasz, a végébe pedig egy horogelőke akasztó. És hát a kosarak, amikkel fogok horgászni, ez az alulsúlyozott kosár lesz az egyik, kicsit fúj a szél, van egy nagyon picike kis bullet kosaram, ez lesz a következő, illetve hát ha élőanyagot fogok töményen bejuttatni, akkor ez a dóm kosárja lesz majd a Matrixnak, amivel horgászni fogok. Hát csalik tekintetében is készültem mindent földi jóval. Van nálam egy kis báb, van nálam egy kis csonti, és hát természetesen giliszta. Ebből olyan mennyiség van, hogy egy pár szálat azért fogok tudni bele is vágni a kajába. Meglátjuk, hogy mit hoz ez a mai nap. Megkezdem az alapozó etetést, és utána pedig a horgászatot. De még mielőtt ezt megtenném, azért azt tudni kell, hogy a távolságot azt pontosan kimértem, és hát ahhoz, hogy ezt meg is tudjam tartani. Fonott zsinórral horgászom, ugye ez nagyon fontos. És ugye a fonott zsinóros horgászatnál nehéz az, hogy a fonott zsinóron hogyan jelöljük meg a távolságot. Én erre a Foxnak a Marker Elastic névre hallgató gumiát használom, de egyébként bármilyen vékony, rakósbotos gumi megfelelhet erre a célra. Ennek az az előnye ennek a guminak, hogy miután rákötöm, a horgászat végén egy egyszerű húzással a fonott zsinór ezt elvágja, és könnyen lejöhet, le lehet róla szedni. Nincsen útba dobásnál se, tehát hogyha ki kell akasztani a klipszet, és kihúzza a hal a zsinórba, ezt a kis csomót majd kihúzza a gyűrűkön keresztül, akkor nem fog tudni elakadni, simán ki fog tudni szaladni. Hát lássuk, milyen lesz ez a mai horgászat. Az alapozáshoz fogok dobni egy ilyen nagyobb méretű kosárral egy, azt gondolom, hogy egy 5 dobás annyi elég lesz. Utána pedig egy ütemes horgászattal, egy ilyen 3-5 perces ütemmel kezdem a horgászatot. És reményeim szerint hamar be is fognak állni a halak az etetésre. Aztán, ha nem így lesz, akkor majd variálunk. Ugye fontos szabály, elmondtam már többször, hogy a fonott zsinóros horgászatnál mindig az orsónak a dobját nedvesen kell tartani, különben a fonott zsinór le tud ugrani róla, és nagyon csúnya gubancot és bottörést is, vagy spictörést is okozhat. Az alapozáshoz egy kis csonti,
egy kis báb elkeverve, ez fog menni a alapba, utána töményebben fogom az élőanyagot adagolni majd a halaknak, mert ilyen koratavaszi, most már mondhatom, hogy koratavaszi, hiszen március 15-ét írunk, és hát ugye nagyon fontos az, hogy velünk szemben legyen egy fix támpont, amit folyamatosan horgászunk. Velem szemben van egy nagy fa, most éppen két szarka veszekedik rajta. Az lesz a célpont, és azt a célpontot fogom folyamatosan célozni és dobni. Ilyenkor még nem tömöm túl keményre a kosaramat, mert ugye az a célom, hogy minél hamarabb kioldódjon belőle az etetőanyag, és hát ugye nem is mély a víz, semmi nem indokolja, hogy... És ugye természetesen a féket az behúzom. Nagyon kellemes időnk van egyébként, hál' Istennek. Sokan kint sétálnak. Szemben egy Nordic Walkingos hölgy, az előbb egy idősebb úr kocogott itt el mögöttem, és hát nagyon sok kutyás van. Előszeretettel sétáltatják itt a kutyákat a közelben lakók, úgyhogy erre föl kell készülnünk már olyan tekintetben, hogy felszereléseinket azért óvatosan kell elpakolni. Nem szabad itt szerte széthagyni mindent, mert akkor könnyen előfordulhat, hogy egy kutya elszalad a cuccunkkal. Egyszer akurbotos horgászat közben történt velem az, hogy a kutya átugrott a botomon, hát kicsit szívva jött rám, megmondom őszintén. Megpróbálok minél pontosabb lenni, de hát az se baj, hogyha egy kis sávot etetek. Nem nagyon vagyunk a vízparton, talán 6-7 ember, egy barátom van, majd még egy barátom fog érkezni majd a bal oldalamra. Szemben egy úr spicbotozik, ha jól látom. A szemben oldal is nagyon jó egyébként, csak ott jár el a villamos, és emiatt kicsit zajos. Azt hiszem, hogy ez az utolsó dobás, ennyi elég is lesz most így alapozásnak. Aj, de szépen szólnak a színegék, egyem a szívüket. Hiába itt a tavasz. Na ennyi elég is volt alapozásnak. Kezdem is a horgászatot.
volt alkalmam kipróbálni a Matrixnak ezt az új, az angoloknál ilyen fertőtlenítő kádba való hálóját, de igazából nálunk itt arra jó nagyon, hogy a peca végén csak beletesszük a altartót és felakasztjuk, szépen ki tud benne száradni. Látjátok, itt szépen csorog le belőle a víz. Majd véget ért ez a mai horgászat, hát a dévérezésből kárászozás lett, legalábbis nekem, mert Norbi barátom, aki később csatlakozott hozzám, gyere Norbikám, mesélj nekünk. Gratulálok, mert a versenyt azt megnyerted, gyere guggolj ide le mellém. Igazából semmi extra. Semmi extra, mégis semmi miért, extra. Csak, miért fogtál csak dévéreket? Te mit kevertél? Ringers Begap meg Ringers Darkot. Tehát ilyen hallisztes kaját. Kaját kevertem. Igen. Tehát én nekem ez a Grogárdonos kaja, amit én dévérekre szántam, azért marhára nem működött. Ellentétben neked, viszont amikor kaptam tőled egy kis kaját, akkor viszont mégse fogtam keszeget. Most már egy keszeget fogtam, de a kárászok viszont szépen jöttek. Hát én azt gondolom, hogy egy szép időben eltöltött jó kis peca volt, jól éreztük magunkat. Köszönöm szépen a csevapcsicsát. Szevasz! Köszönöm, szevasz barátom! Hát remélem, hogy a következő alkalommal még szebb időben tudunk találkozni. Akkor nem tudom még, hogy mire fogok horgászni, de az biztos, hogy a horgászatok szeretetét meg egy pár technikai dolgot megpróbálok nektek átadni. Sziasztok!